Az a tapasztalat, hogy annak a kárpáti magyar gazdának, akinek van egy fél hektár vetésterülete őszélyekkel, kalászosokkal, az ugyanúgy adakozik, mint akinek 100 hektárja van, sőt több ezer hektárja van. És a tapasztalat azt mutatja, hogy nem arányosan nő az adományok száma. Van Kárpátalján egy ilyen természetes birtokkoncentráció, van csak a véget is, hogy kiöregszenek a földtulajdonosok, és nyilván azt vagy bérbe adják, vagy egy nagyobb területe próbálnak művelni, de az egy hektárok nem úgy adódnak össze ám, hogy akkor egy hektárszor annyi az adomány, hanem egy nagyobb birtoktestőrés, egy bizonyos mennyiség, de az soha nem arányosan fut be az alapítványhoz, a gyűjtőpontjainkra. Egyébként a kezdet-kezdetén én emlékeim szerint, vagy az emlékezet szépíti meg a dolgokat, nem volt nehéz, mert amikor meghirdettük, akkor a gazdatársadalom reagált rá, és gyakorlatilag még kissé féltünk is a bukástól, tehát meg is hirdettük, nem is hirdettük meg. Nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, és bizony első nekifutásra itt a gyermekotthonnak a területére egyből egy nagyon jelentős búzamennyiséget szállítottak itt a környékbeli gazdáink, és számos szó érte a ház elejét, hogy miért nem szóltunk idejébe, miért nem csináltunk nagyobb csinadrattát. A következő évben már megcsináltuk, ez 15-ös év, akkor mindjárt meg is tízszereződött az adományok száma, úgyhogy 67 tonnát, az előző 6,5 tonna helyett 67 tonnát gyűjtöttünk össze. Hát ez Kárpát-medencei szenzáció volt akkor. Úgy alakítottuk ki, hogy a logisztikailag kivitelezhető legyen a kárpátai magyar lakta részére. Tehát a református egyház részéről a gyermekotthonnak a területe volt meghirdetve, Beregszázi Diakónia központ, és esetleg felső Tiszavidéken a liceumok, de azt tapasztaltuk, hogy onnan is lekerültek az Alföldre, ezekre a síkvidéki részekre az adományok, hát egyébként se jellemző felső Tiszavidékre, ugye a kimagasló buzatermelés. A görögöknél az a Karácsfalva liceum, a Sztojka Sándor nevét viselő liceum volt meghirdetve, a római katolikusoknál pedig két helyen, Munkácsra, valamint Rádba volt meghirdetve, és kiki felekezeti hovatartozása véget odavitte, vagy pedig a KMKS elnöknél gyűlt össze, KMKS elnök pedig megoldotta, hogy valamely gyűjtőpontra beszállítsa. A KMKS gyűjtőpontot nem elvezett meg, csak a KMKS elnököket, és onnan pedig az előbb említett gyűjtőpontok valamelyikére került be.